A matematika a természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítésére nyert támogatást a Nyíregyházi Egyetem. Az intézményben november 27-én egy interaktív élménynapot is szerveznek. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének főiskolai docense Dobroni dr. Tóth Márta. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. A témával kapcsolatban mi már többször is beszélgettünk, többféle részletet is ismertettünk ezzel a lehetőséggel kapcsolatosan, és szeptember végén is volt egy olyan esemény, ahol egy kicsit le lehetett mérni a nyitottságot és az elszántságot a, a jövő generációja részéről. Mit tapasztaltak ott szeptember végén a kutatók éjszakáján? Igen, így van, hát a kutatók éjszakája mindig nagyon nagy sikerű program, hiszen megnyílnak a laborok, megnyílnak a botanikus kert, megnyílnak olyan területek az egyetemen, ahová ritkán juthatnak el a látogatók. Ilyenkor buszokkal is hozzák az érdeklődőket a középiskolákból, az általános iskolákból, a megye egész területéről, vagy még a megye határon túlról is. Ekkor lehetőségük nyílik a diákoknak, illetve az érdeklődőknek abba, hogy kutatókkal, oktatókkal beszélgessenek, olyan programokon részt vegyenek, ahol maguk is kísérleteket végezhetnek, vagy pedig só műsorokat láthassanak, mint például a fizika sú vagy a kémia show is ilyen eleme volt a kutatók éjszakájának, de ezen kívül tájékoztatásokat kaphattak arról, hogy milyen szakjaink vannak a Nyíregyház Egyetemen, mire érdemes ma jelentkezni, mit érdemes ma tanulni, és mit kínál ehhez annyira egy egyetem? Az említett szakok népszerűsítésére a megnyert támogatást, ha csak így vázlatosan szeretnék, szeretnénk elmondani, akkor mit mondhatunk, hogy mire kell használni, mire célszerű használni? A támogatást mindenféleképpen olyan népszerűsítő programokra kell, hogy használjuk, amivel vonzóvá tudjuk tenni a műszaki, matematika, természettudományos és informatika iránt és az, ahhoz kapcsoló szakokat. Ezek nagyon fontosak most a jövő tekintetében, a jövő generációját illetően, hiszen a munkaerőpiac is megköveteli, hogy ezeken a területeken minél több szakembert képezzünk, erre tehát jelentkezőket várunk, és a pályázati programok és a programelemek próbálják ezt kiszolgálni. És mennyi korosztályt érik el ezek a programok? elsősorban a középiskolás korosztályt, de mi nyitunk a kisebbek felé is. Tehát az általános iskolás korúakat is, elsősorban a felső tagozatosokat érintjük meg. Olyan programokkal, mint például rúcsúkat szervezünk, akár úgy, hogy be is hozzuk őket az egyetemünkre, akár úgy, hogy kilátogatunk az intézménybe, vagy nyári egyetemi lehetőségeket, vagy különböző Különböző kísérletekhez kapcsolódó munkákat, junior TDK lehetőségeket például kínálunk nekik, ahol közvetlenül is bekapcsolódhatnak ezekbe a munkákba, saját témát is kaphatnak ezek a fiatalok. Miért? Azért, mert fontos, hogy azok a gyerekek, akik még esetleg nem tudták, vagy nem tudják még eldönteni, hogy mik szeretnének lenni, őket egy kicsit megpróbáljuk irányítani. Ráirányítjuk a figyelmüket arra, hogy miért is jó ilyen tantárgyakkal foglalkozni, tanulni. Miért jó ezeken a területeken kutatni, és megmutatjuk nekik, hogy majd ezt mind mire fogják használni, hogyan hasznosul majd ez a tudás. Ilyen a november 27-i kezdeményezés, és kiknek szól, hol lesz. Igen. Mi fér bele? Igen. Ez a felvételi élmény nap ezt szintén azért találtuk ki tavaly, és nagyon nagy sikere volt, hogy minél többen úgy jöhessenek el az intézményünkbe, hogyha már tudják azt, hogy milyen szakjaink vannak, akkor be is ülhetnek ezekre az előadásokra, vagy ezekre a labor gyakorlatokra, és akár ők maguk is részt vehetnek, vagy szemlélői lehetnek tulajdonképpen az oktatásnak. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy lássák a fiatalok, hogy a mi egyetemünkön olyan gyakorlatorientált képzés folyik, ahol mindenkit igyekszünk minden tudásra és maximális tudásra megtanítani, minden eszközt használva. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy igenis azt a lombikot, azt a pipettát, azt a mérőműszert vegye a kezébe, tudja bekapcsolni, tudjon rajta előkészíteni mintákat, tudjon mérni rajta, és tudja majd majd ezeket a mérési eredményeket feldolgozni. Ezt mi rendkívül fontosnak tartjuk, mert majd amikor kikerül a munkába, akkor élesben is hasonló feladatokat fognak kapni, és ez már nem lesz újszerű nekik. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kis csoportokban foglalkozhatunk a diákoknak, ez diákokkal, ez nyilván a mi részünk, az oktatók részéről is nagy előny, mert szinte egyéni foglalkozást is tudunk nyújtani a diákjainknak, másrészt pedig ha kérdésük van, vagy bármiben bizonytalannak érzik magukat, akkor azt át tudjuk ismételni, át tudjuk venni. Ez az élmény nap arról szól, hogy ebbe betekintést adjunk az érdeklődőknek, és hogy igenis motiváljuk őket, hogy ne féljenek egy kisebb egyetemre jelentkezéstől, mert ezek az egyetemek maximálisan olyan programokat és olyan képzéseket kínálnak, ami biztos, hogy előnyben fogja részesíteni a fiatalokat a munkában a beszélgetés végén hogy kérdezzem el meg, hogy egy-egy ilyen kezdeményezésnek a híre meddig jut el, milyen távolra? Hiszen amikor már valaki a továbbtanuláson gondolkodik, akkor ugye már nem 10-20 kilométerekbe gondolkodik, hogy olyan közelre szeretne menni, hanem ilyenkor akár egy-egy ilyen vonzó tényező is ide, távolabbról is ide csalogathatja a leendő hallgatókat. Igen, mivel az interneten keresztül tesszük közé, ezért nyilván egész messziről is tudomást szerezhetnek fiatalok. Meglepő, de akár Szolnokról, és Budapestről is, és Dunántúrról is jelentkeznek hozzánk, hiszen egyrészt jónak tartják a gyerekház Egyetem képzéseit, másrészt pedig... A az infrastruktúra és a megye piaci lehetőségei is olyan lehetőséget kínálnak számukra, ami akár azonnali munkába állást eredményezhet. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. És azt látjuk, hogy egészen jó most már a, a közlekedés, és szívesen választják egy egyházi Egyetemet. Nem csak most már a, a nappali képzésben, hanem egyre inkább a levelező képzésben is. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Én köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.